Az a javaslatot általános vitára, a részletes vitára, általános vitát lezárva részletes vitára alkalmasnak tartja, és a maradék kérdésekre holnapi nap folyamán a részletes vita során az előterjesztőként választ adhassunk. Ennek egyében köszönöm meg a nagyon aktív szakmai munkát, és továbbra is kérem támogatásukat. Köszönöm, elnök úr, a lehetőséget. Köszönjük szépen, államtitkár úr. Először azt hittem, hogy csak az ellenzéki képviselőknek szól ez az alapzaj, aztán hát nem nyugodtam meg, de észrevettem, hogy a kormány képviselője is nehezen tudta elmondani mondandóját, de Lázár képviselő rendet tett, úgyhogy mehetünk tovább. Kérem, ellenőrizzék, hogy a kártyájuk a helyén van-e, hiszen nem sokára szavazások következnek. Mindenesetre tisztelt országgyűlés, az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, ezért most majd a részletes vitára, bocsátásra kerül sor, és a vitára pedig a holnapi nap folyamán. Tisztelt országgyűlés, ahogy azt előre jeleztem, most részletes vitára bocsátások következnek. Indítványozom, hogy az országgyűlés bocsássa részletes vitára az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló H/585-ös számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 277 igen, 14 nem és 18 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta. Semmilyen miniszter úr, miniszterelnök helyettes úr, bocsánat, Navracsics miniszter úr, segítsenek még. Akkor kérem szépen, hogy tessék számolni. 1, 2, 3, 4, 5, akkor az azt jelenti, hogy 280. Kérem szépen, hogy az, aki később jött be, vagy a kártyáját nem helyezte a helyére, az a következő szavazásnál pótolja most az előző hiányzását. Hogyha jól nézem, akkor éppen átment az előterjesztés, tehát annyira nem szükségeltetik, hogy összeszámoljuk azt az 5-6 szavazatot, de 5-5 hozzáadok, mert annyian jelezték. Az azt jelenti, hogy 280. kettő igen szavazat mellett. Szavazunk tovább. Indítványozom, hogy az országgyűlés bocsássa részletes vitára a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi 20-as törvény módosításáról szóló T/579-es számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 288 igen, 34 nem, egy tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta. Indítványozom, hogy az országgyűlés bocsássa részletes vitára a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló T/580-as számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés az előterjesztést 249 igen, 73 nem, nulla tartózkodás mellett elfogadta. Indítványozom, hogy az országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló T/577-es számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 290 igen, 35 nem szavazat mellett tartózkodás nem volt, az előterjesztést elfogadta. Indítványozom, hogy az országgyűlés bocsássa részletes vitára a nemzeti földalapról szóló T/578-as számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! És kimondom a határozatot, az országgyűlés 290 igen, 299 igen, 25 nem és nulla tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta.
Tisztelt Országgyűlés, emlékeztetem önöket, hogy ma reggel a Fidesz és az MSZP indítványára a TÉPER 581-es sorszámú törvényjavaslat általános vitáját további módosítójavaslatok benyújtása érdekében nem zártuk le. Az általános vitát most lezárom. Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló TÉPER 581-es számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az Országgyűlés az előterjesztés 289 igen, 35 nem és nulla tartózkodás mellett elfogadta. Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 129-es törvény módosításáról szóló TÉPER 582-es számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az Országgyűlés 290 igen, 22 nem és 13 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, határozathozatalunk végére értünk, most jegyzői bejelentés következik. Kérem, hallgassák meg Hegedűs Lórántné jegyzőasszony bejelentését. Tisztelt Országgyűlés, tájékoztatom önöket, hogy a mai napon a két általános vita a tervezetnél tovább tartott, ezért a meghirdetett bizottsági ülések időpontja a következők szerint változik. A Sportbizottság nem ma, hanem holnap reggel 7 órakor ülésezik az Irodaház 520-as számú termében. A Fogyasztóvédelmi, a Gazdasági, az Önkormányzati, a Költségvetési Bizottság ma a határozathozatalok után azonnal ülésezik a már meghirdetett helyeken. Kérem önöket, hogy akinek a jegyzői bejelentéssel kapcsolatban bármilyen problémája van, további tájékoztatás céljából szíveskedjék a jegyzői irodába, a főemelet egyes számú szobába befáradni. Köszönöm szépen, jegyzőasszony, tisztelt Országgyűlés! Most, illetve egy perc múlva részletes vitákkal folytatjuk munkánkat. Egy rövid technikai szünetet engedek az Országgyűlésnek és saját magamnak is. Kérem, hogy akik a részletes vitában nem érdekeltek, azok hagyják dolgozni azokat, akik majd érdekeltek lesznek. Köszönöm szépen azoknak, akik a munkát folytatva hagyják dolgozni a tisztelt házat, hogy meghallgatják a levezető elnöknek azt a tájékoztatóját azonnal, mihelyest hagyják, amely arról szól, hogy hogyan folytatjuk le mindjárt a részletes vitákat. Tisztelt képviselőtársaim, azok, akik a részletes vitában nem kívánnak részt venni, azok kérem, hogy az egyéb megbeszélni valóikat, fontos közlendőiket a szomszédjaikhoz kint tegyék meg. Na, elnézést. A munka ezen részét hogy végezzem el én. Nem láttam, csak hallottam. Tisztelt Országgyűlés, most részletes vitákkal folytatjuk munkánkat. Tájékoztatom önöket, hogy azok a képviselők, akik az egyes előterjesztésekhez módosító javaslatot nyújtottak be, üléshelyükön megkapták a felszólalók jegyzékét tartalmazó kiadványt. Ebben közöljük az elnök által javasolt részletes vita szerkezetét. Bízom abban, hogy ezzel megkönnyítjük az egyes felszólalások tervezését. Kérem önöket, hogy az általános viták megismétlésének elkerülése érdekében minden felszólalás kezdetén jelöljék meg azokat az ajánláspontokat, amelyekről ismertetik álláspontjukat. Tájékoztatom önöket arról is, hogy a bizottsági ajánlások megtalálhatók és átvehetők a terembiztos szolgálatnál is. Frakcióvezető úr, Lázár frakcióvezető úr, segítsen nekem abban, ahogy az előbb is, hogy a részletes vitát is elkezdhessük, mert a
frakcióvezető tekintély kell ahhoz, úgy látom. Köszönöm szépen. Lám-lám már a név elhangzásakor is milyen csend lett. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a dokumentumfilmek nyilvánossága, az alkotói szabadság és az igazság megismeréséhez való jogok egyes kérdéseinek felülvizsgálatáról szóló országgyűlési határozati javaslat részletes vitája. Elsimon László, Mencer Erzsébet és Karvalics Ottó képviselők önálló indítványát, HPR 440-es számon a bizottsági ajánlás pedig HPR 440/6-os számon megkapták és megismerhették. Tisztelt Országgyűlés, indítványozom, hogy a részletes vitában a benyújtott módosító javaslatokat két szakaszban tárgyalja meg az Országgyűlés. Felkérem a jegyzőt, ismertesse az egyes vitaszakaszokat. Tisztelt Országgyűlés, az elnöki javaslat a következő. Az első vitaszakaszban az ajánlás 1-től 5-ig terjedő pontjai találhatók, amelyek az Országgyűlési határozati javaslat első pontjának módosítását, illetve ennek kiegészítését tartalmazza. A második vitaszakaszban az Országgyűlési határozati javaslat második pontjához érkezett módosító javaslat található, amely kormányfelhatalmazást tartalmaz az ajánlás 6. pontja szerint. Tisztelt Országgyűlés, aki egyetért az elnöki javaslattal, kérem kézfelemélésen szavazzon. Látható többség, köszönöm a bizalmat. Megállapítom, hogy az Országgyűlés elfogadta az indítványt. Tájékoztatom önöket, hogy a vitában a felszólalási időkeret vitaszakaszonként 6 perc. Tisztelt Országgyűlés, megnyitom a részletes vita első szakaszát az ajánlás 1-től 5-ig terjedő pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Megadom a szót Siffer András frakcióvezető úrnak, LMP. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés! Nincs nálam az ajánlás, úgyhogy én csak fejből a határozati javaslat első pontjáról. Nem került kiosztásra. Azonnal intézkedem, de egyébként az elnöki jelzésben benne volt, hogy hol vehetik át, de mindjárt szólok a teremszolgáknak. Szóval én a határozati javaslat első pontjához fűződő módosító javaslatunkat szeretném még egyszer röviden megindokolni. Azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy a múlt titkait valóban meg lehessen ismerni, nem pusztán a személyhez fűződő jogok szabályozását kéne újra gondolni. De tovább mennék, itt az általános vitában mindannyian a hangsúlyt arra helyeztük, hogy a 89 előtti magyar politika történetet hogyan lehetne úgy megismerni, hogy valóban fényderüljön minden olyan titokra, aminek az ismerete nem állt rendelkezésünkre az elmúlt 20 évben. De valójában az a helyzet, hogy csomó minden ismeret a 89-90-es rendszerváltásból, illetve a 90-et követő évekből is homályba marad. És az, hogy ezek a történések homályba maradtak, vagy homályban vannak ma is, ennek nem a személyhez fűződő jogokkal kapcsolatos problémák az okozói, hanem az, hogy az akta nyilvánosság többszöri parlamenti nekirugaszkodás és politikai követelés ellenére sem teljes, mint a mai napig. Ez egyrészt akadályozza azt, hogy valóban hiteles képet kapjunk arról, hogy mi történt Magyarországon 1945 és 1990 között, de akadályoz minket abban is, hogy pontos ismeretet kapjunk arról, és az utódaink pontosan megismerhessék azt, hogy milyen folyamatok történtek Magyarországon a békés rendszerváltás idén 1988 és 90 között. Hiszen tegyük világossá, arról van szó, hogy mindenféle mendemondák terjengenek arról, és jó okunk van azt gondolni, hogy ezek valósak, hogy a rendszerváltás folyamataiba keményen belefolyt az akkori titkosszolgálat. Azt gondolom ráadásul, hogy mindannyiunknak jogunkban áll azt is tudni, hogy akkor, amikor bizalmat kérünk a választópolgároktól, és akkor, amikor a választópolgárok keresnek maguknak megfelelő jelöltet vagy pártot, pontosan lássa mindenki, hogy azok, akik versenybe szállnak 4 évente országgyűlési mandátumért, milyen hozott kapcsolatrendszerrel szállnak ringbe a magyar közéletbe. Tehát akkor, amikor azt javasoljuk, hogy ez a határozati javaslat, ami nagyon helyesen nem köti magát egy dátumhoz, a történelemnek ilyen szempontból, ilyen szempontból sincsen vége, ne csak a személyhez fűződő jogok revíziójára intse
a köztársaság kormányát, hanem arra is, hogy az akta nyilvánosság ügyét végre rendezze az országgyűlés, és nem pusztán a régmúlt történéseinek a hiteles feltárása véget, hanem az